Önök a Több Szemközt műsorunkat látják, jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Hegedűs Csilla, kulturális államtitkár, az RMDSZ Európai Parlamenti képviselőjelöltje, akit a romániai magyar nők politikai versenyképességéről, a képviselőjelölt kampányáról, programjának esélyéről, a begyűjtött javaslatok hasznosításáról kérdezzük. Jó estét kívánok, államtitkár asszony! Köszönjük jó. szépen, hogy... bejött hozzánk. Jó estét kívánok én is, és köszönöm a meghívást. Valamikor évelején Bíró Rozália a szövetség nőszövetségének elnöke még 51% esélyt adott arra, látott arra, hogy befutó helyen indítson női politikust az RMDSZ az európai parlamenti választásokon. Ezzel szemben mi történt? Nem jól lobbiztak? Nem tudnak a nők lobbizni? Vagy... Az RMDSZ nőszervezete az ugye 10 hónapja alakult. Nem akartunk belharcokat, és nem akartunk problémát, viszont elértük azt, hogy a férfi kollégák, a befutó helyen levő férfi kollégák felvállalják a programunkat. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jól lobbiztunk. Felvállalják? Azt ígérték? 1700 ember hallgatta meg őket Székelyudvarhelyen a kampányindítókon, tehát én azt hiszem, hogy igen, felvállalják. Csak azért kérdeztem rá, hogy majd esetleg tudjuk szembesíteni az urakat, amit államtitkár asszony mond. Jó. Tekintettel, hogy ön az RMDSZ eddig is az RMDSZ kulturális főosztályát vezette, majd elment a Művelődési Minisztérium államtitkárának. Következésképp én azt gondolnám, hogy az erdélyi és szélesebb kontextusban a Kárpát-medencei kulturális örökség megőrzésének lehetőségét és mindenféle dolgot fel tudna vállalni azért Brüsszelbe. Vagy ért a jók, a számok, netán Isten őriz a mezőgazdaság nyelvén. Mert ott tényleg úgy tudom, hogy mindenevőnek kell lenni. Ezt hangoztatom és úgy általában. Azt hiszem, hogy a civil életem azért eléggé ismert Erdélyben. Gondolok itt a Boncidei Bánfi kastély felújítására. Na most az az ember, aki ezt felvállalta 10 jó pár éve, hadd ne öregítsem magam, az az ember akkor úgy gondolta, hogy megvannak a helyreállítási terveink, az én feladatom csak az, hogy megtalálja megfelelő kilincset, karnist, és egyáltalán az apró kis részletekkel foglalkozzak. Naivak voltunk. Tehát kiderült az, hogy kell érteni a számokhoz, mert pályázni kell, mert a pályázatot meg kell írni, mert a pályázatot el kell számolni. Kell vezetni egy általában férfiakból álló helyreállító csapatot. Annak a csapatnak fizetést kell adni, annak a csapatnak munkaanyagot kell vásárolni, és hát nyilván, hogy a helyi közösséget is meg kell győznünk arról, hogy ezek a furcsa kolozsvári magyar fiatalok, akik a romokból kastélyt és kulturális központot akarnak teremteni, azok fogadjanak el bennünket, fogadjanak be bennünket, és támogassanak. Emellett, hát Boncidán mai napig körülbelül 1700 Európa jóformán minden országából érkező diák volt, Mohamedántól kezdve, és a legkeresztényebb keresztényel végezve, tehát azt hiszem, hogy elég széles körű tapasztalatom van úgy a jog terén, hisz a műemlékvédelmi törvénykönyv módosításán dolgozunk éppen, mind a számok terén. Na most, mi a mezőgazdaságot illeti, hát falun lakom kb. 7 éve. Uh-huh. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha ez valaki... Ez valahol Kalotaszeg lehet? Elnézést. Az Kalotaszegen most éppen, tehát azt kell mondanom, hogy ha valaki közülünk élesben érzi, hogy melyek a problémák, azok közé tartozom én is, mert a szomszédaimmal a napi beszélgetésekből nagyon-nagyon sok minden kiderül. Nyilván, hogy követem az uniós politikákat, nyilván, hogy követem az uniós pályázati lehetőségeket, viszont igen, részben mindenevőnek kell lennie, de ugyanakkor jó, ha az európai parlamenti képviselő valamilyen témákban szakosodik. Tehát beássa magát. És beássa magát, mert nem lehet mindenhez érteni. Azt hiszem Brassai volt az utolsó erdélyi magyar polihisztor. Hát igen. Egyébként, ha már a Boncidai kastélyt említette, mondjuk az erdélyi Versailles palotát, hát azért még volna tennivaló.
itt szerteszél, akár most nem mondjuk azt, hogy egy kis Loire ment itt ez az Erdély, de bizony nem állunk messze. Mennyi gyönyörű műemlékünk még ott van, romlóban, eltakarva fáktól, hogy a szem ne lásson, és amihez hát uniós pénz kellene, mert különben nem látom az esélyt erre. Így van, és nem csak, hogy uniós pénz kell, hanem egy kicsit másféle szemléletmód. Tehát ne az legyen, hogy az épített örökségünket úgy látjuk, mint egy óriási terhet, hanem úgy lássuk, mint a mi vagyonunkat. Azt a vagyont, ami nekünk munkahely lehetőségeket hoz, azt a vagyont, amit hasznosítanunk kell, azért, mert jobban fogunk élni, ha mindezt megtesszük, és azért, mert hogyha vigyázunk rá, akkor nem csak nekünk lesz jobb, hanem a gyermekeinknek is, akinek viszont jobb állapotban kell átadni. Világos. Államtitkár asszony kampány útja során milyen programmal keresi fel az erdélyi magyar közösséget? Egyáltalán hol, hogy tudja behozni, ha egyáltalán be kell hozni azt a hát, mit tudom én, hátrányt, amivel már a Brüsszelben teljesített kollégák rendelkeznek mondjuk azzal az előnnyel. Kell ilyen verset? Nem, szerintem nem. Vagy igen? Én azt hiszem, hogy ez nem verseny. Azért jó ez az ötös fogat, mert tulajdonképpen mindenki közülünk egy csomó mindenhez ért, de úgy azért eléggé tiszta, hogy kinek mi a szakterülete. Na most én nem gondolom úgy, hogy hátrány az, hogy én mostanáig nem voltam Brüsszelben. Tudnélék, én egy egészen más témáról akarok beszélni, és beszélek is. És azok az erdélyi magyar nők problémái. Úgy gondolom, hogy az erdélyi magyar társadalom fejlődött, tehát kiléptünk már abból a sémából, hogy a férfi ember dolgozik, és az asszony otthon ül, és neveli a gyerekeket, vezeti a háztartást. Kiléptünk, de nem eléggé. Tehát megrekedtünk valahol középszinten. A nő most már dolgozhat, de ugyanakkor a háztartás, a gyereknevelés az mind az ő problémája. Na most mi azért dolgozunk, hogy tulajdonképpen ezeknek a hölgyeknek legyen megadva a lehetőség arra, hogy megállják, és megtalálják elsősorban, és megállják a helyüket, úgy a közéletben, mind a politikában, ha akarják. Uh-huh. Igen, ön elmondta korábban, hogy a nők gondjainak számbavételére felkeresnek valamennyi területi megyei nőszervezetet is a találkozókon. Összegyűjtött javaslatok bekerülnek az RMDS programjába. Azt is hozzátette, hogy akkor sem vész kárba az erőfeszítés, ha végül mégsem jut be a parlamentbe. Tehát akkor ezt helyi szinten, szövetségi szinten is föl lehet dolgozni, azt a begyűjtött tapasztalatokat is. Ez így van. 22 helyszínen jártunk mostanáig. Jó magam és a kollega nőm, kb. 7000 kilométert vezettünk. 1300-1400 hölgyel találkoztunk, akiből közel 1000 olyan van, aki dolgozni akar a közösségért. Na most, a számokban beszélve, a képlet nagyon tiszta. 500 000 erdélyi magyar nő problémájáról beszélünk, és azt úgy hívják, hogy esélyegyenlőség. De beszélhetek mondjuk egyszerűbben is, ha úgy tetszik. Vannak olyan, beszélhetek arról a tanárnőről, aki ugyanannyi dolgozik, mint a férfi kollégái, de kevesebb fizetést kap. Beszélhetek arról az édesanyáról, aki szeretne visszamenni dolgozni, de aki most nem tud, mert egy, a társadalom elvárja tőle, hogy otthon üljön gyereket nevelni. Kettő, nincsenek megteremtve a megfelelő feltételek ahhoz, hogy ő szakmai életet is élhessen, és a gyermekeivel is foglalkozzon. Tehát egy csomó olyan dologról kezdtünk el legalább beszélni, ami nagyon-nagyon fontos, és amelyek ezek a gondok, ezek a problémák, az erdélyi magyar nők problémái. És hál' Istennek, hogy az RMDS megújult vezetősége az teljes mértékben támogat bennünket, ezért is vagyunk, én úgy gondolom, hogy az előkelő negyedik helyén az Európai Parlamenti jelölt listának, és akkor pedig mindez a tapasztalat, mindez az energia,
tulajdonképpen az oka annak, hogy a nőszervezet tulajdonképpen a legdinamikusabban fejlődő része az RMDS-nek az elmúlt évtizedben, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Igen, ezt úgy is kezeli egyébként az RMDS sajtója, és egyáltalán a tevékenyek. De vajon, az én gondom az, hogy vajon ebből a, hát hogy is mondjam, ebből a értelmiségi szövegkörnyezetből mit ért meg az az alacsonyabb társadalmi szinten, vagy vidéken, vagy nem is tudom, hol élő nőszemély. És ők hogy lesznek megszólítva? Hiszen őket is integrálni kell valahogy, nem? Vagy... Marosvásárhelyen vagyunk, igaz? Igen. Ezelőtt azt hiszem, hogy 2,5 hónappal voltunk Maros megyében a párbeszéd sorozatunk során, ahol körülbelül 100 hölgy várt bennünket. 70 közülük falusi környezetből származott. Elbeszélgettünk, megbeszéltük a programpontjainkat, tehát a hölgyek és a férfiak egyenlő bérezését. Megbeszéltük a családtervezés bátorítását, megbeszéltük a vállalkozó nők támogatását. És körülbelül 2,5 órás gyűlés volt, de olyan gyűlés, ahol záporoztak a kérdések, ahol a közösségüket érintő kérdéseket beszéltük meg. És ott volt egy idős tanítónéni, aki elmondta nekünk, hogy úgy gondolja, hogy magyar jövő akkor van Erdélyben, ha a gyermekeinket mi, az erdélyi magyar nők magyarnak neveljük. És itt a felső Maros mentén a hölgyek összefogtak, és azt mondták, hogy nagyon fontos az, hogy kellő száma magyar gyermek legyen az iskolában, nagyon fontos, hogy tehát magyar nevelésben részesüljenek a gyerekek, és nagyon fontos az, hogy mi nők ezért valamit tegyünk. És fogtak egy ívkockás papírt, felírták az érveiket, hogy az édesanyja, hogy miért fontos az, hogy a gyermek magyar iskolában járjon, és körbejárták a falut, és elmondták a többi édesanyának, hogy miért fontos az, hogy a gyermekek tehát magyar iskolába menjenek. Ez a nőszervezet. Függetlenül attól, hogy városon van, igen, vagy falun, igen. Felméri a problémát, az ő saját problémáját, és azt igyekszik megoldani. Így közvetve, vagy közvetlenül meg tudják szólítani, igen. Gondolja, hogy egy ilyen profitorientált tőkehajház világ, amilyenben élünk, ezt sajnos ki kell mondani, kedvez ezeknek a tendenciáknak, amiben önök fáradoznak, hogy a nőt is ugyanolyan mértékben hozzásegítsük. És ez Romániára is érvényes, és egész Európára talán. Mi nem azért harcolunk, hogy ez a világ ne legyen profitorientált. És nem is az a bajunk van ezzel a világgal, hogy profitorientált, az a bajunk van ezzel a világgal, hogy macsó. Tehát elhangzanak gyönyörű, hangzatos beszédek arról, hogy minden magyar édesanyának kötelessége gyermekeket szülni, azért, hogy a nemzet fennmaradjon. És a nemzetféltő publicisztika erről naponta, hetente cikkez. Ez így nagyon-nagyon szép. Viszont én úgy gondolom, hogy nem hazafias kötelességből kell nekünk gyermekeket szülni, hanem azért, mert szeretnénk gyermeket szülni. Ahhoz, hogy egy édesanyja akarjon gyermeket szülni, ahhoz a társadalomnak meg kell teremtenie azokat a körülményeket, ami között ő biztonságban érzi magát. És akkor érzi magát biztonságban egy édesanyja, ha családi életet, de szakmai életet is tud élni. Ahhoz, hogy szakmai életet tudjon élni, ahhoz a gyermekét biztonságba kell tudnia. Tehát szükség van csökkentett munkaidőre, szükség van rugalmas munkaidőre, és szükség van bölcsődékre magyar nyelven, óvodákra magyar nyelven, és arra a fajta délutáni oktatásra az iskolában, amely megfelelő helyet biztosít a gyermeknek, és mindannyiunk számára elérhető áron. Na most, vagy féltjük a nemzetet, de nem csinálunk semmit, vagy úgy féltjük a nemzetet, hogy megteremtjük a körülményeket. Nem véletlen az, hogy az észak-európai társadalmakban megtalálták annak a megoldását. Mi sem akarunk ennél többet.
és különféle világnézetű nőket sikerül integrálni ebbe a szervezetbe, mert hiszen gondolom találkoznak ilyen kérdéssel is, nem? Természetesen, és hát a mosolygós karácsony... Vallási kérdés, igen. Igen, igen, tehát pontosan erre nagyon jó példa a mosolygós karácsony programunk, ahol a minden Erdély Magyar Történelmi Egyház partnerünk volt, és a nőszervezeteik is. És ez számunkra nem csak, hogy egy megtiszteltetés és öröm, hanem egy olyan lehetőség, amit kihasználunk már tulajdonképpen megalakulásunk óta, egymert óriási hagyománya van az egyházak nőszervezeteinek, kettő, mert náluk tapasztalható talán leginkább az a nagyon magas fokú szociális érzékenység, amely nagyon súlyos problémáira veti rá a fényt a társadalmunknak. És ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy együtt dolgozunk. Egy, hogy segítsük a munkájukat, kettő, hogy tanuljunk abból, amit ők már tapasztaltak. Így van. Beszélgetésünk elején államtitkár asszony elmondta, hogy ma Marosvásárhelyen kampányol. Na, árulja el nekünk, írja le, hogy fest egy ilyen kampány. Itt történetesen ma Marosvásárhelyen mit fog mondani a szervezetben? Ez nem feltétlenül egy kampányrendezvény. Legyük úgy, hogy nem feltétlenül kampány. Jó. Ez a Sikeres Nők Iskolája, és ez egy olyan kezdeményezés, amely egy országos programja a nőszervezetünknek. Tudnélik, kiderült nagyon-nagyon hamar az, hogy nagyon sok ügyes, sikeres nő van Erdélyben. Viszont nem tudunk róluk. És úgy gondolom, hogy a legjobban egymástól tudunk tanulni. És ezért szerveztük meg Erdély 6 nagyvárosában, szervezzük meg Erdély 6 nagyvárosában a Sikeres Nők Iskoláját, ahol helyi hölgyek, legyen az egy ügyes orvosnő, legyen az egy ügyes tanítónéni, egy fogorvos, de egy több gyermekes édesanyja, egy lelkész feleség, egy vállalkozó, aki elmondja azt a többi rá kíváncsi hölgynek, hogy ő hogy csinálta. Hogy csinálta azt, hogy szakmai életet él, hogy csinálja azt, hogy családi életet él, mik voltak a buktatók, hogy kerültek ki őket. Én azt hiszem, hogy ez ennél jobb iskola nincsen. És hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy erre meghívtak. És például akkor, amikor sikeres nőkre gondolunk, akkor mindenki a sikeres üzletasszonyra gondol, aki mindent meg tud tárgyalni, aki otthon is a legfinomabb ételeket főzi, aki naponta a fodrászhoz és a kozmetikushoz jár, és egyáltalán minden szempontból tökéletes. Én viszont úgy gondolom, hogy akkor, hogyha mi nők úgy érezzük, hogy szükség van ránk, úgy érezzük, hogy szeretnek, ha örömet tudunk adni, és örömet kapunk, akkor sikeresek vagyunk. Biztosan. Na de a szorványban élő nőket hogy tudják bekapcsolni ebbe a folyamatba? Mert gondolom, itt folytatni fogják Székelyföldön, mondjuk ez könnyű, és de nagybányai nőket, a hunyadi, vajdahunyadi, szebeni, brassai nőket, hogy tudnak részesülni ebből a hasznos tevékenységből? Hát éljek egy vajdahunyadi példával, egy Hunyad megyei példával. Ott hála a Téglás Gábor iskolának díván egy nagyon-nagyon jó magyar mag alakult ki. És díván például a Téglás Gábor tanárnői köré szerveződik a nőszervezet. Hihetetlenül sikeres és aktív az ottani nőszervezetünk. Kezdve attól, hogy irodalmi estéket szerveznek, amelyen az illető író vagy költő műveiben megjelenő ételeket készítik el, vagy felolvasó esteket szerveznek, vagy a mosolygós karácsonyt náluk is nagyon-nagyon sikeres volt. Ugyanaz a séma tulajdonképpen, ha úgy tetszik, mint ott, ahol a tömbben élünk, felmérik, hogy melyek a helyi igények, felmérik, hogy melyek a helyi gondok, és azokra megoldást találnak. Például a nyugdíjas része, a nyugdíjas hölgyek a nőszervezetből rájöttek arra, hogy a gyermekek azok gondban vannak az iskolában, mert a padokon nincsen kispárna, és ezért, nem tudom én, heti rendszerességgel összetalálkoznak, átadják a gyerekeknek, és segítenek a gyermekek gondjain. Apró projektek ezek, de nem is az a lényeg, hogy feltétlenül most az Európai Unió szintjén oldjuk meg a kérdést, hanem
hanem azt csináljuk, amiért létrejött a nőszervezet. És így, ahogy elmondta, hát úgy beelképzelem, hogy visszahozzák, vagy hát visszahozzák azt a hagyományt, azt a polgári hangulatot, amit mondjuk a két háború között az erdélyi polgárasszonyok megéltek legalább. Szóval van egy ilyen is íze is a dolognak, én úgy tekintem. Menjünk tovább, mert hogy minden képviselőjelöltől megkérdezem, ugye ez nem vitás, hogy vannak ellendrukkerek is, mert hát miért ne lennének? Mit tud mondani nekik, akik azt hangoztatják, hogy hát Brüsszelben az, hogy van két-három képviselőnk, nem oszt, nem szoroz a helyzetünkben? Én úgy gondolom, hogy nem rossz, hogyha vannak ellendrukkerek, és felhívják a figyelmet a problémákra, ez nem baj. Viszont, és nyilván az Európai Parlament az azért van, hogy ott különböző érdekeket és különböző problémákat ugye felvessenek, megtárgyaljanak, törvényeket hozzanak, stb. Viszont úgy gondolom, hogy egy fecske nem csinál tavaszt, két fecske már tud valamit csinálni, viszont ideális esetben legalább három kisebbségi képviselő, erdélyi magyar képviselő kell legyen ahhoz, hogy a többi kisebbségi képviselővel összefogva azt a kérdést, ami bennünket a legjobban érdekel, és a kisebbségi jogainknak, az őshonos kisebbségek jogainak európai szintű rendezése, hogy ebben a kérdésben lépni tudjon. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy minél többen elmenjünk szavazni, hogy május 25-én hallassuk a hangunkat, mert ezek az emberek, reményeink szerint három erdélyi magyar európai parlamenti képviselő lesz az, aki ebben a kérdésben és minden más kérdésben, ahol rólunk döntenek, ott vannak, képviselik az érdekeinket, és én nagyon reménykedem abban, hogy a következő ciklusban sikerül ebben a kérdésben egy nagyon nagyot előrelépni. Van még egy kérdésem most végezetül, ami nem feltétlenül a kampányhoz, és úgy egyáltalán az EP választásokhoz tartozik. A Román Kulturális Alap, most már kihasználom ezt a lehetőséget, kérem, hogy megkérdezzem államtitkárasszonyt. A sajtóhírek szerint azért nagyon, és vagy teljes egészében mellőzte a magyar intézmények támogatását. Erről mit tud nekünk mondani? Nagyon nagy a felháborodás, és mi ezt a felháborodást jogosnak ítéljük. Tehát nem elfogadható az, hogy az erdélyi magyar kulturális civil szervezetek és intézmények ne részesüljenek támogatásban, mikor olyan programokat szerveznek, amelyek a közösségünk számára létfontosságúak. El kell mondanom, hogy az elbíráló bizottságokat még akkor hozták létre, amikor az RMDSZ ellenzékben volt, és mint minden esetben, amikor nem vagyunk ott, akkor nélkülünk döntenek, és nem a javunkra döntenek. Azt viszont elmondhatom, hogy a következő hetekben igazgató váltásra fog sor kerülni a Román Kulturális Alapnál, és biztos vagyok abban, hogy egy olyan új csapat fog felállni, aki viszont értékelvű és a közösség építés szempontjából fontos programokat fogja támogatásban részesíteni az elkövetkező pályázati ciklusban, mert sajnos a már meghozott döntést nem tudjuk megváltoztatni, és tudom azt, hogy a Kulturális Minisztérium úgy, ahogy 2010 és 2012-ben megtett, amikor ugyancsak Kelemen Hunor volt a kulturális miniszter, ezentúl is támogatni fogja a közösségünk számára fontos projekteket. Hát én még folytatnám tovább, csak sajnos időnk lejárt, kellemes beszélgetés volt. Köszönöm szépen, államtitkár asszony, hogy eljött hozzánk, jöjjön máskor is, várjuk. Köszönöm szépen a meghívást, és bármikor szívesen jövök. Köszönjük szépen. Kedves nézőnk, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő pénteken is, viszontlátásra.